Őrnagy úr, közlekedési akció van a mai nap folyamán. Gyalogátkelő helyeknél állnak kollégák. Mi az oka ennek? Igen, hát gyakorlatilag az idei évben már három olyan közlekedési balesetünk következett be, amelynek egyik részese gyalogos volt. A részesét azt mondhatnám, hogy szenvedő fele is, gyakorlatilag mind a három esetben megsérült a gyalogosunk. Ebből két esetben ráadásul kijelölt gyalogátkelő helyen ütötték el a gyalogosokat. Lehet-e valamit tudni ezeknek az okairól, vagy még folyamatban van az eljárás, úgyhogy nem tudunk részleteket? Hát igazából mind a három eljárás még folyamatban van. Két esetben, mint említettem, kijelölt gyalogátkelő helyen szabályosan próbált átkelni a gyalogos, amikor személyautóval ütközött gyakorlatilag. Egyik esetben súlyos, másik esetben könnyű sérüléseket szenvedtek, itt az eljárások még folyamatban vannak. A harmadik esetünk az nem gyalogátkelő helyhez köthető, ott egy megálló busz előtt szaladt át körültekintés nélkül a kisgyermek, és a busz mellett, tehát a busz gyakorlatilag kerülő személygépkocsi oldalának futott neki, és így szenvedett súlyos sérüléseket. Tekintettel arra, hogy még nagyon az éveleje van, ezek kevésbé jó hírek. Ha össze akarjuk hasonlítani a tavalyi évek hasonló statisztikáival, akkor mit tudunk elmondani? Így van, hát az előző évek, előző 6-7 évről tudok én beszámolni. Évi 2-3 ilyen esetünk következett be. Így különösen aggasztó, hogy 2 hónap telt el az évből, és már 3 ilyen jellegű baleset következett be. Itt a városban ugye a gyalog átkelő helyből nem igen lett több, akkor én arra tudok gondolni naivan, hogy vagy a gyalogosoknak, vagy az autósoknak változott valamiben a viselkedése. Hát szerencsére azért fejlődik az épített környezetünk is, tehát azért egy-két gyalogátkelő hely minden évben létesül. Hát közlekedési kultúránk még azért messze nem éri el a nyugati országok szintjét, elég mondjuk csak Ausztriáig elmennünk. Ott, hogyha egy gyalogátkelő helyen át szeretnék kelni, gyakorlatilag a járművezető 95%-a meg is adja nekünk az elsőbséget. Itt még sajnos nem értük el ezt a szintet, színvonalat. Évről évre azért fejlődik a járművezetőknek is a hozzáállása, különösen kresszigorítást követően, illetve a magunk eszközeivel is gyakorlatilag ilyen ellenőrzésekkel próbáljuk rászorítani a járművezetőket a szabálykövető magatartásra. Itt inkább a járművezetők ellenőrzése történik akkor, vagy azért a gyalogosokkal is időnként elbeszélgetnek a járőrök? Hát amennyiben szabálysértést észlelünk, a gyalogosokkal szemben is intézkednek a kollégák természetesen. Tehát a járművezetők részéről a legjellemzőbb az, hogy nem adja meg az elsőbséget. A gyalogos részére, a gyalogosok részéről pedig előfordul olyan, hogy mint említettem, jármű takarásából körültekintés nélkül kiugrik az úttestre, illetve a járművezető fel sem készülhet arra, hogy át kíván kelni a gyalogátkelő helyen. Elrettentő példa például csukjában, fejhallgatóval szépen sétál a gyalogosunk a járdán, odaér a gyalogátkelő helyhez, dob egy 90 fokos fordulatot, és mindenféle körültekintés nélkül lelép a gyalogátkelő helyre, mert meg van győződve, hogy neki elsőbsége van. Ez teljesen így is van, csak jó lenne, meg is adnák a járművezetők részére az elsőbséget, így esélye nincs arra végtávolságon belül lelépő gyalogossal szembe, hogy megálljon. Mennyire jellemző az, hiszen azért a köztudatban az van, hogy a gyalogátkelő helyen mindenki védettséget élvez, csak pontosan ez az, amit te mondasz, hogy nincs azért ott egy betonfal, illetve nem minden járművezető tartja be ezt az abszolút meg a relatív sebességhatárokat. Hát így van, Kressz az szigorodott egy pár évvel ezelőtt, éppen a gyalogosok védelmében. Tehát a gyalogátkelő helyet úgy kéne a járművezetőknek megközelíteni, hogy a gyalogosnak minden esetben elsőbséget tudjon adni, amennyiben az át kíván kelni a gyalogátkelő helyen. De az egyik oldala lenne a dolognak, a másik oldala meg az, hogy az esélyt adjuk meg a járművezetőnek arra, hogy az elsőbségadási kötelezettségének eleget is tudjon tenni. Tehát gyakorlatilag akkor javasolhatunk mindkét oldalra javasolt magatartást. Gyalogosból én is úgy látom, mint gyakorló vezető, hogy van a nagyon óvatos, velük gyakorlatilag szerintem nincs gond. Aztán van a bizonytalan, akivel kicsit azért néha se a járművezető nem tudja eldönteni, se a gyalogos, hogy jöjjön vagy menjen, és van az utóbbi, a csukjás típus, a rettenthetetlen. Így van, inkább az utolsó két csoporttal van valóban gondunk. Elsőbség akkor van valakinek, ha azt meg is adják a részére, tehát különösen gyalogosoknál ez célszerű követni ezt a magatartást, tehát esetleg egy szemkontaktust vegyen fel a járművezetővel, esetleg várja meg, mígint, hogy át lehet haladni a gyalogátkelő helyen, inkább akkor várjon meg két autót, és csak utána kelljen át a gyalogátkelő helyen, mert testi épsége igazából így van szavatolva, garantálva. Tehát mondhatjuk gyakorlatilag, hogy mindkét fél részére az óvatosság a legfontosabb jelszó?
Így van, járművezetők részére sebesség csökkentés a gyalog átkelő helyeknél, óvatosság, illetve gyalogos is győződjön meg arról, hogy meg fogják a részére adni az elsőbséget, mielőtt lelép a gyalog átkelő helyre. Itt most éppen átsuhant mögöttünk két hölgy, és úgy látom nem volt meg köztük a szemkontaktus a kanyarodó autóval, de a konkrét kérdés arra vonatkozna, hogy az autósokkal a rendőri jelenléten kívül mondjuk a képzésnél, vagy a már jogosítvánnyal rendelkezőknél hogy lehet frissíteni a tudást? Hát gyakorlatilag ez a gond, igen, hogy kresszvizsgával rendelkeznek a járművezetők, és akkor a következő 30-40 évben semmilyen számunkérés, semmilyen frissítés nincs a részükre kötelező jelleggel előírva. Hát amennyire tudjuk, napi szolgálatok során, vagy ilyen akciók során felhívjuk a járművezetők figyelmét az esetleges változásokra. Ebbe a média segítségét is igénybe szoktuk venni, tehát egyrészt az Ajkai szón keresztül, másrészt Ajka TV segítségével, jogszabályváltozásokra, illetve a fő problémákra azért rendszeresen felhívjuk a figyelmüket. Létezik ugye iskolarendőr szolgálat is, ott szóba kerül különösen ilyen esetekben, amikor gyakoribb egy típusú baleset? Beszélgetnek az iskolásokkal az oda tartozó rendőrök? Természetesen ez is az egyik feladata az iskolarendőröknek. Helyes közlekedési szabályokra felhívják a gyerekek figyelmét, illetve itt említeném meg a kapitányságunknak a programját, a Zovi rendőr programot. Gyakorlatilag már 3-4-5 éves gyerekekkel, rendőri felügyelettel, láthatósági mellénybe öltöztetve a Zoboda iskola környéki útszakaszokat végigjárják, és gyakorlatban sajátítják el a helyes közlekedésnek a szabályait. Őket egyébként gyakran látjuk is az utcákon. Milyenek a visszajelzések óvónők, gyerekek, szülők részéről? Abszolút pozitív a visszajelzés, és itt jegyezném meg, az igazán fő probléma az, hogy a gyalogosok részére viszont semmilyen képzés nincs. Lesz ismeretekkel a 80%-uk abszolút nem is rendelkezik, így nehéz tőlük elvárni, hogy betartsák azokat a szabályokat, amikkel nincsenek tisztában. Hát reméljük, a következő generáció már úgy fog fölnőni részben ennek a tevékenységünknek is a segítségével, hogy legalább a rá vonatkozó szabályokkal tisztában van. A jelenlegi akció gondolom úgy készült elő, hogy volt egy megbeszélés róla, kitűztetek célokat, illetve meghatároztátok a létszámot. Most lezajlik az akció, mikor lesz ennek az értékelése? Így van, tehát gyakorlatilag minden akciót egy eligazítással kezdünk, ahol az abban résztvevő kollégák részt vesznek, számukra a feladat érthetően elmagyarázásra kerül, az akció végén pedig beszámolnak a napi végzett feladatok.